Hölgyeim és uraim, kedves testvéreim, 1944-ben a berendezkedő szovjet hatalom egy kiszámított terrorakciót hajtott végre a magyar nemzet ellen. Ebben a politikai cselekedetben, hiszen arról van szó, még ha kegyetlen is a végrehajtás formája, de az indíték és a cél az a politika területéről jött. Tehát ebben ennek az akciónak az egyik tartalma az is, hogy szomorú módon elismertek akkor még minket, magyarokat, hiszen maga az a tény, hogy egy ilyen terrorakcióra volt szükség, az azt jelentette, hogy a szovjet hatalom képviselői a kommunizmus építésére alkalmatlan emberanyagnak tartották a magyarokat. Szükségesnek tartották őket nemzeti tudatukban, nemzeti identitásukban, nemzeti büszkeségükben megtörni. Mert talán helyesen úgy gondolták, hogy ameddig ezek a kapcsok összekötik a magyarokat, nem lesz belőlük a kommunizmus lelkes, engedelmes, jól gyúrható ember alapanyaga. Ennek megfelelően, amikor erről az eseményről beszélünk, nem kerülhetjük ki ennek a történetnek a legszomorúbb és legélesebb vonatkozását, és ez pedig az, hogy vajon mi lett az eredménye ennek az akciónak, és mi lett ennek a történetnek a vége. Sikerült, vagy nem sikerült? Hogyha a közvetlen folytatást nézzük, akkor azt lehet mondani, hogy a siker teljes volt, hiszen a szovjet rendszer berendezkedése, a kollektivizáció, a régi elit elüldözése, az mondhatni zavartalanul zajlott. Miután elvitték az embereket a lágerbe, a magyarok utána már különösebben nem álltak ellent, és nem lázadoztak. Tehát erre a kérdésre, hogyha 1950-es évekbe tesszük fel a kérdést, hogy sikerült vagy nem sikerült, egyértelműen azt a választ lehetett volna adni, hogy igen, a magyarokat ezzel a csapással megtörték. 1989-90-ben, amikor úgy tűnt, hogy a kommunizmus megszűnt, ma már tudjuk, hogy csak átalakult rablókapitalizmusba, akkor meg a fordítottja tűnt igaznak. 89-90-ben pontosan ennek a fordítottját mondhattuk el, ami abból is látszott, hogy a hosszú kényszerhallgatás után a kárpátai magyar falvakban egymás után emelték az emlékműveket a 44-es sztálini terror áldozatainak. A Kárpátai Magyar Kulturális Szövetség születésének egyik emblematikus foglalatossága volt, hogy az újonnan létrejött alapszervezetek faluról falura gyűjtik a neveket, gyűjtik a pénzt, és hol a templom mellett, hol a főtéren, hol a temetőben, de felállítanak egy emlékművet, és felvésik rá a neveket. A felszabadító nyílt beszéd korszaka. Hiszen a lelkünkben elültett, mi vágyott terrornak ez egy fontos összetevője volt, hogy ne lehessen kibeszélni, ne lehessen feldolgozni, viszont szinte genetikai szinten hatson. Égődjön be a reflexekbe. Hogy amikor két magyarnak eszébe jutna valamilyen ügyben együttműködni, akkor ne sikerüljön, mert legyen bennük ez a félsz, hogy én nem magyarkodhatok, csak ne magyarkodjál, hogy egy klasszikus magyar filmalkotásra tegyek célzást. És akkor 89-90-ben egyszer csak beszéltünk, pont erről, amiről nem volt szabad, és cselekedtünk, összefogtunk, emlékműveket emeltünk. Az emlékműveknél akkor még viszonylag nagyobb számban az ismerősek,
vagy rokonok, túlélők jelenhettek meg, gyerekek elmondhatták a verseket, az egyházi személyiségek jelképes temetésre emlékeztető beszédeket, rituálékat tarthattak, és tartanak mostanáig is. Eltelt jó néhány évtized, ahogy már említettem, és amit önök is tapasztaltak, kommunizmus csak az egyik formája volt az emberi lélek süllyedésének és lezüllésének, és ennek a formának a tovatűnésével ez a lezüllés és süllyedés más formákat öltve tovább folytatódott. És ez tetten érhető újból abban is, hogy mi magyarok vajon mennyire vagyunk képesek nemzetként viselkedni, a magyarságot alkotó személyek mennyire készek valamiféle munkát, urambocsá, áldozatot hozni azért, hogy a nemzeti közösség fennmaradjon. És ennek a történetnek a mostani fordulójánál nem lehetünk egyáltalán nyugodtak, és nem mondhatjuk azt, hogy a történelmet, hogyha a győztesek írják, akkor mi erről a történelemről írunk, tehát mi vagyunk a győztesek, mert ez a semmi, végső filozófiai megfogalmazásában ez a semmi, amit a házelnök úr emlegetett, de ennek a megnyilvánulásai, az irigység, a gyanakvás, a közöny, a féltékenység, ami ott áll közöttünk, minden ember között és minden magyar között is, és ami lehetetlenné teszi azt, hogy a magyarokat a saját nemzeti érdekeik céljából mozgósítani lehessen. Amikor magyar emberek Kárpátalján ukrán pártokra szavaznak, arra agitálnak, most lehet, hogy nem szép dolog a politika, és nem is ismerik az ukrán politikát, de azt az ukrán pártot, amit úgy hívnak, hogy Svoboda, azt mindenki ismeri, és mindenki hallott róla. És amikor a Svoboda párt magyar aktivistája azt kérdezi tőlünk, hogy ti KMKS-esek, hogy jöttök ahhoz, hogy az én magyarságomat kétségbe vonjátok, vagy azt mondjátok, hogy én a szvobodás, nem vagyok ugyanolyan magyar, mint ti. Nem vagy olyan magyar, mert te magyarokat magyar ellenes célok érdekében próbálod mozdítani. Mi meg magyar célok érdekében próbáljuk ugyanezt tenni. Ez a mi óriási és letehetetlen felelősségünk. Az Úr a saját képére formált minket, azonban meghagyta nekünk azt a lehetőséget, hogy hiába valóvá tegyük a kegyelmüket, a kegyelmét. Mert milyen történetbe fog beilleszkedni ezeknek az embereknek a szenvedése és a halála? Mely történetnek lesz része? És mi lesz az értelme? Mert ugyanúgy lehetnek mártírjaink, akiknek emlékezete és áldozata összetart minket, és ugyanúgy lehetnek ők a világtörténelem legvérszomjasabb bálványán elkövetett emberáldozat, nek az emberáldozatnak a vére, amely aféle fekete mágiaként arra hivatott, hogy hosszú időig előre árnyék vetüljön magyar és magyar közé, magyar és magyar között ne testvériség,
hanem a semmi, az űr legyen. És a történet valamikor majd véget fog érni, és véget érhet így is, és véget érhet úgy is. Nem nyugtathatjuk magunkat azzal, megvannak az emlékművek, ott van a Szolyvai Emlékpark, sokan találkozunk az évfordulók alkalmával, lám most a Magyar Országgyűlés felsőházi termében is van egy ilyen megemlékezés. Mártírjainkat méltó helyre helyeztük, a történet, ha szomorú is, de mégiscsak a magyar nemzet győzelmével fejeződött be. Mert hogyha a kárpátaljai magyarok nem képesek saját magukat nemzetként megszervezni, ezzel a képtelenséggel a másik lehetőséget választják. Azt a lehetőséget választják, hogy mártír helyett emberáldozat lesznek a kommunizmus bálványának az oltárán. Ezt a felelősséget kell nekünk viselni. Mindenkinek a maga módján. Nem vagyunk egyformák ebben a tekintetben. Nyilván az, aki valamiféle elit pozíciót birtokol, annak a felelőssége ebben a tekintetben nagyobb. Aki fel tudja ezt fogni, hogy esetleg rajta fog eldőlni az, hogy mi lesz a történetnek a vége, és ezáltal hogyan fogják ezeknek az embereknek minősíteni a szenvedését visszafelé, az hogyan tudjon nyugodtan, hurrá optimista módon körülnézni, és hogyan tudja saját magát megnyugtatni esetleges látszat eredmények alapján. Én úgy gondolom, hogy ezt nem tehetjük meg. Amikor 44-es mártírjainkra emlékezünk, akkor magunkra kell vennünk annak a terhét, hogy a mi cselekedeteink fogják eldönteni, hogy nemzetünk mártírjaiként kerülnek be a történelemben. Illyés Gyula nem kapott érte irodalmi Nobel-díjat, de az Egy mondat a zsarnokságról akkor is egy zseniális mű. Ide különösen az a sora kívánkozik, hogy a sírodnál is ő áll, majd megmondja, ki voltál. Nem egyedül állunk mi magyarok mártírjaink sírjánál. A kommunizmus kísértetei, az ember lesüllyedésének a megnyilvánulásai szintén ott állnak mellettünk, a sír mellett, és ők is meg akarják mondani, hogy kik voltak ezek az emberek. Nem hagyhatjuk őket. Ugyan csúnya dolognak tűnik sírok mellett küzdeni és könyökölni, de ez is a mai magyar elit felelőssége, hogyha egyszer nekünk ezt a kinkeserves küzdelmet adta a sors, hogy mártírjaink mártír mi voltáért, nekünk kell helytállni olyan egyszerű mindennapi erőfeszítésekkel, amiből a nemzetet összeálló kapcsok, nemzetet összetartó kapcsok működnek, akkor nekünk ezt a feladatot magunkra kell venni. Magunkra kell venni, oda kell állni mártírjaink sírjához, és azt mondani, ti a mártírjaink vagytok, áldozathozatalatok, tartsa meg a magyarságot, és adjon nekünk erőt,
ahhoz, hogy megbírjuk tenni kötelességünket. Köszönöm a figyelmet!